Dupla jubileumot ünnepelt Bátaszék idén, Nagysallóval 25, míg Bézikheimmel 30 évvel ezelőtt írták alá a testvértelepülési szerződést. Liebe Freunde und Kollegen! Kedves barátaim és kollégáim! Így kezdte jubileumi ünnepi beszédét Stefan Müller, Bézikheim polgármestere. Beszédében elmondta, 30 éve 1992 tavaszán írták alá azt a testvérvárosi megállapodást, ami azóta barátsággá, sőt szövetséggé fejlődött. Kiemelte, Bátaszéken keresztül ismerkedhettek meg Nagysallóval is, amit külön köszön a magyar településnek. Számos közös élményt, emléket és sok év további együttműködést kívánt mindhárom településnek. Nagyon sok szépet hozott nekünk. Marián Kotora, a Nagysalló polgármestere saját kezűleg írta alá 25 évvel ezelőtt, 1997-ben a megállapodást. Még mindig kötelez engem. Ugyanabban évben emlékeztünk a kitelepítésnek a 50. évfordulója. Megnéztünk egy szívfakasztó filmet, egy falu és egy nép története, amelyben rengeteg bátaszéki, nagysallai sorsok összefolytak. Így összefolytak a mi sorsaink is. Ez a 25 év sok szép találkozást, sok barátságot hozott nekünk. Általában megismertük a Bátaszéknek a másik településeket, németországi Bézikheimet és Gyergyőditrót. Barátságok fonódtak, és rengeteg szép élmény volt. Úgy gondolom, hogy lehet, hogy voltak idők, amikor nem is tiszteltük, hogy mink is van, mert 20 év alatt gazdagodtunk minden esetre, én szerintem mind a két település, tanultunk egymástól, megismertük egymást, megismertek egymást az embereket, és hát egy család is született Bátaszék és Nagysalló között. Megismertük Bézikheimet, Gyergyőditrót, ott is rengeteg ismerős, jó barát van. Annyira nem tudtuk, hogy mennyire jó ez nekünk, csak most döbbentünk rá, amikor nem lehetett, amikor bezártak minket, és nem lehetett szinte kimenni a házból, rokonokhoz, barátokhoz, és nagyon-nagyon-nagyon hiányzott. Örülök, hogy most ebbe évben legalább a ünnepségeket megtarthatjuk, nem csak a ünnepséget, de a visszaemlékezést is, és nagyon bízok benne, hogy jövő évtől kezdve olyan normálisabb időket fogunk élni, és újra találkozhatunk egymással, kiutazhatunk Bátaszékre, Bézikheimre, Gyergyőditróba, és nagyon szívesen várunk mindenkit ezekből a településekből és a környékből, mert mink is egy büszke, szép kis település vagyunk, ahol mindenkit mindig szeretettel várunk. A barátság titka abban rejlik, hogy elfelejtjük, amit adunk, és mindig emlékszünk arra, amit kapunk. Bozsolik Róbert, Alexander Dumas szavaival köszöntötte az ünnepi közgyűlésen megjelenteket. Ünnepelni jöttünk ma össze, hiszen Bézikheimmel 30 éve, Nagysallóval 25 éve írták alá elődeink azt a partnerségi megállapodást, amely elindította a településeket és a települések lakóit egy úton. Egy olyan úton, aminek az alapköve és előzménye azért emberi tragédiákra és emberi életeknek a megváltoztatására épült, hiszen a háború után Bátaszékről kitelepített németek Bézikheim mellett egy nagyvárosba, Stuttgart is környékére települtek, vagy oda telepítették őket, és hát így esett a választás gyakorlatilag rajtuk keresztül Bézikheim településre. Míg Nagysalló esetében ugye pont fordított volt a helyzet, hiszen Nagysallóból kerültek ide családok Bátaszékre. Így azt lehet mondani, hogy a mi barátságunk nem a klasszikus úton alakult ki, hiszen egy barátság az általában örömre, egy jó, pozitív élményre épül. Ez egyelőre fájdalomra, vagy induláskor fájdalomra épült.
azonban a lakók rövid időn belül láthatóan túl tudtak ezen lépni. Hamar megtaláltuk azokat a közös pontokat, ami segített elfeledni mindenkinek a fájdalmát. Segített feldolgozni a kint élő bátaszéki németeknek, hogy újra hazataláltak, és újra megtalálták azokat az emberi kapcsolatokat, megtalálták azokat az élményeket, amiket akkor még gyerekként élettek át, és öröm volt nézni, ahogy ők szeretettel fordultak szülőtelepülésük irányában, és mindenben önzetlenül segítették. Ha templom felújítás volt, akkor abban segítkeztek, ha a zenekart kellett támogatni, akkor abban, de alapvetően már csak az nagy élmény volt, ahogy ők végig sétáltak a falu vagy nagyközség utcáin, és mesélték, hogy itt mi történt velük, ott mi történt velük. Nagyon nagy élmény volt. A Nagycsalóval való kapcsolat is egy teljesen más élmény volt. Hiszen ott a bántaszékkel ide került nagycsalóiak, amikor visszamentek Nagycsalóba, és megmutatták például, ha jól emlékszem, Harcsapali bácsi azt a házat, amiben ő felnőtt, és a sors fintora, hogy Nagycsalló polgármestere és családja élt abban a házban, az emberek összeszorult a szíve. De tényleg túllendültünk ezeken a fájdalmas élményeken is, és azóta csak építkezünk. Építkezünk a Basic Helyen barátaink, a különböző területeken, legyen az diákok, hiszen ott kell megkezdeni a kapcsolatfelvételt, hiszen ők a legfogékonyabbak adott esetben egy barátság kialakítására. Én azt gondolom, jó úton jártunk, de nagyon jó kapcsolata van a tűzoltóknak, nagyon jó kapcsolata van gyakorlatilag a hagyományőrző egyesületeknek. És hát Nagycsalló esetében pedig ott is ugyanezeket az utakat jártuk. Érdekes módon a tűzoltók egy kapocs, ott is a tűzoltó egyesületek működnek kitűnően. De Nagycsallóval a sportban is nagyon jó barátságokat tudtunk kötni. A polgármester hozzátette, hogy 1992-ben és 97-ben egy papírt írtak alá az elődök, amit azóta sikerült érzelemmel és barátsággal megtölteni. Az átlag bátaszékieknek átlag Basic Helymi és átlag Nagycsallói emberek lettek a barátaik, akikkel napi szinten, vagy legalábbis rendszeres alkalommal találkoznak. És ami még egy érdekesség és egy adalék, hogy házasságok jöttek létre. Bátaszéki hölgy, Nagycsallói fiatalember, bátaszéki hölgy és egy Basic Helymi fiatalember között. Azt gondolom, hogy talán az ő házasságuk a legnagyobb bizonyíték arra, hogy itt határok nem léteznek. Ha jól működő emberi kapcsolatok vannak, és ezt meg tudják jól élni az érintettek, akkor gyakorlatilag elérte a célját, azt, amit az elődök letettek, és nagyon bízunk benne, hogy az utánon következő nemzedékek is megtalálják azokat a pontokat, megtalálják azokat a kapcsolódási lehetőségeket, megtalálják azokat a barátokat, akiken keresztül évekig, évtizedekig, vagy akár évszázadokig is lehet testvértelepülési kapcsolat Basic Helym, Nagycsalló és Bátaszék között.